Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, folytatjuk a Seven Days to Die 10-es verzió számmal ellátott példányának gameplay sorozatát. Na hát, ezt szépen megmondtam, ugye elkészült itt a kecónk az előző részben történtek után. Megráadásul van egy kis fánk, és éjszaka van, és várjuk, hogy történjen valami. A valami az az, hogy jó lenne, hogyha kivilágosodna, és akkor elindulnék nézelődni egy kicsit. Nézzük meg a mapot. Szerintem amondó vagyok, és akkor próbáljunk rájönni, hogy hol a felébe vagyunk. Aha, itt van a, itt volt a izénk. A, Ott a hátizsákunk annál a háznál, ami igazából nem nagyon érdekel minket, hanem inkább, engem leginkább az érdekelne, hogy eljussak arra a részre, ami ilyen kiégett földszerű, tudjátok. Ez már itt az. Ez már itt az. A nagyvárost kerülném, inkább akkor próbáljuk meg, kijelölök magamnak egy útvonalat. Jobban mondom, nem is tudok útvonalat kijelölni, de tudok beállítani magamnak egy CR területet. És az nem lesz más, mint ez. Itt van valami. De talán egy kisebb város. És akkor ide állítunk be egy waypontot. Na. Oké. Okay. Jó, 5 óra 4 van, lassan ki fog világosodni, addig még magunkhoz veszünk néhány ilyen dilibogyót. És azon gondolkodok, hogy lehet, hogy csinálok még most egy csákányt. Nézzük meg, hol van az összetevők, hol vannak hozzá. Kell ilyen fű hozzá, kell stone hozzá, és kellene stick hozzá, ami az is volt nálam, úgyhogy azt is megcsináljuk. Na srácok, akkor ebből ugye csinálunk ilyen élezett követ, vagy hogy nevezik. És akkor rákeresek, egyszerűbb lesz. Ez az, ez az. És akkor ebből csinál, legyártuk, ja, csak még ilyet is kell kraftolnom. Ja. És akkor ebből legyártunk, lehet, hogy 2 darabot. Miért ne? Hogy legyen belőle bőven, ezt meg kidobom. És akkor így állunk neki, vagy így vágunk neki a dolgoknak. Ezt a fát elviszem, hát ha kell még valamire, meg akkor elhet ezeket is. Mondjuk ezeket nem kell elvinnem, mivel felesleges. Akármikor tudok ugye ütközbe kivágni, inkább az legyen, hogy minél több helyem legyen. Jó. Hány óra? 5 óra 53 van. Ha, lassan kell tényleg fel a nap, nagyon jó. Jó. Leginkább ugye egy-két dolgot kellene kerítenem, de a legfontosabb dolog, ami kellene nekem, az van egy ilyen listám. Kellene egy darab cső, ugye, azért, hogy tudjak forge-ot craftolni. Kellene egy cső, meg kellene, közben stone-okat gyűjtögetünk, és kellene szén, hogy a fákja meg legyen oldva. Nem tudom, mikor kellene nap. Lehet, hogy lassan neki indulhatnék, nem? Az a baj, hogy amíg sötét van, ugye, addig a zombik futnak, és az nem túl egészséges. Inkább az éjségemet feltolom maxra közben itt. És megvárjuk akkor, amíg... Ajaj, gyerekek! Itt van egy ilyen rovar. Egy ilyen mutáns rovar. Meg ott is egy, 2 darab. Kicsit több az élőlény, nem? Az, vagy a zombi. Pedig ennyien nem voltak. Mondjuk az jó lenne, hogyha ide jönne. Azt hiszem, hogy az dob mézet. És ott is van egy. 3 darab. Ez mi volt? Kapásból 3 darab. Aztán előző gameplayekben nem is nagyon sokszor láttam. Ott kell a nap. Szuper jó. Végre ugye kikapcsolhatjuk majd ezt a lámpát. Aha. Jó, hát kellette gyorsabban is. 648, 649. Nem nagyon éri meg ez a szekrény, amit úgy ütöttem ki, hanem inkább ilyen chestot, sokkal jobban. Ennyi hely van benne, ebben meg ennyi hely van. Nem túl helytakarékos megoldás. Itt valamit kezdhetnék ezzel az ajtóval, elég furcsán néz ki, nem? Célnak megfelel, ott már nem fér be semmi, ugye? Meg útközben, ugye összeszedünk azért minél több alapanyagot, azt tervezem, meg... Nem tudom, hogy hol van az a vizesés a sivatagban, azt meg kellene néznem, mivel említettem az előző részben, hogy lehet, hogy ott kellene letelepednem, most vizesés mögé építeni egy kuckót.
Na, jó van, szerintem most már azért valamennyire. Hát ez az aktuált nap igazán kibújhatna ott. Zombi. Zombination. Zombi, és gyors vagy, vagy lassú vagy? Mutasd meg, lassú vagy, jó. Akkor igazából szerintem ennyi volt. Ezt a kést kipróbálom. Hát, ez nagyon nem jó ez a kés, gyerekek. Nem valami távolra hat. Vagyis a range nagyon rövid. Jó, hát ez így rövid úton meg fogok halni. Ezt magammal viszont, ezt a fálózsákot szerintem. És akkor olyan helyekkel le fogom dobálni, hogyha veszélyes helyen, és akkor ugye ott születünk újra, azt már szoktam csinálni régebbi gameplayekben is. Ó, hát ez a nap ez nem nagyon akar felkelni. Na mindegy, megyünk. Nem várogatok. Megvan a waypointom, ugye arra, jó, oké. A zombikat nem ölünk fölöslegesen, mert minek? Úgyis respawnolnak. Hanem inkább céltudatosan megyünk akkor arra, ahova akartunk, ugye? Arra a kis településhez, vagy ahhoz a kis településhez. Na. Még mindig meg vagyok fázva egyébként, igen, hallhatjátok. Mert... sajnálom. Nekem a legidegesítőbb, figyeljétek el, nem csak nektek, hogy ilyen hangom van. Hú, milyen szép napfelkelte van. Nem tudom, minek futok. Mikor meg majd kell futnom, akkor meg majd nem tudok. Ah! Zombik vannak. Zombi... gyerekek, ebből nem jön szén. És így hirtelen most eszembe jutott, hogy ebből különböző dolgok jönni szoktak-e. Szén az nem. Nehogy már jöjjön! Nem, rajta jó. Komolyan mondom, örülök neki, hogy nem jön belőle szén. Mert akkor már megint hülyét csináltam volna magamból. Mint általában. Erdők... hogy van? Hegyek között van a tenger, húpikék. Ott lennek ők a törpikék. Ilyeneket is gyűjtünk el. Szólok. Ó, ide itt ezt könnyen fogok szerezni. Csövet, most már rájöttem, mivel ugye... ott ahol ki van égve ez a föl... kiégett föld van, én nem tudom, hogy nevezitek. Az, én úgy nevezem azt a bajont, ahol... tudjátok ilyen... várjátok, ez hol vagyok? Nem itt van az a marha nagy tó? Itt a zombik idegesítenek. Nem itt van az a nagy tó, ahol egyszer... dehogy nem, itt van az nagy tó, és ott vannak az ilyen kis bungalók, igen, és itt a nagy tó. Itt szokta, itt volt a legelső letelepedési zónám. Nagyon-nagyon régen, még a legelején a sorozatnak. A közepén, ugye megpróbáltam azt csinálni, hogy leásom magam. És igen, itt vannak ezek a házak. Ezek a tóparti házak végig, ugye? Wow, hát akkor ezt tudjuk. Na jó. Jönnek a zombikeik. Nem nagyon akarok belekeveredni itt ilyen bolhéba most. Ah, jó, hát ezt visszük. A gyapot több. Nem volt ennyi gyapot mindenhol, nem? Na. Beteg vagyok egyébként, látjátok, mármint a játékban is. Valami biológiai veszély... ah! Jó, hát ezek nagyon sokan vannak, én nem fogom ezeket leírtani. Menjünk tovább. Menjünk a cél terület fele. Az autót mondjuk lehet, hogy megnézem, ha nincs a bencső, meg itt a szemetet. Jó, nincs. Ezt meg kikapcsolom, mivel már talán nem kell. Varak, tudom, hogy vannak itt, direkt nem örök. Mivel akkor meg... elnézést, a nyers hús az így elkezd bűzleni nálam, és akkor jönnek rám a zombik, mint legyek a szarra. És ez nem nagyon jó. Fekehetne a utálom ezt a félhomályt, ez a félhomály annyira rossz. Leginkább tudjátok, mitől parád a kutyáktól. Az. Persze ezt minden kutyának néz ki. Vadisztótól a nyúlig minden kutyának néz ki. Be a játékba, hogy nehogy véletlenül nyugodtan legyél. Na. Kicsit lassítok. És akkor elvileg nem vagyok messze. Aha, ott van az a kiégett földrész. Nagyon szupi.
akkor fogunk keresni egy darab olyan területet, ahol, ami ki van már égve. És ott általában ugye vannak olyan helyek, ahol... Na, itt szokott lenni ez egy... Budi. Ilyen lerobolt... Na, itt van a szén! Basszus, itt van a szén. Nagyon jó. Oh yeah! Ezt itt végig kell nekem most darálnom. Jobban mondva nem olyan sok kell belőle. Mivel ugye elég jól adja, nem ilyen kell belőle. Ezt fel lehet bontani alkotó elemeire, amit most bányászok. Ugye ezt az ércet, és akkor ez belőle több. Ó, gyerek. Nem akartam ehhez nyúlni, de nem húzom az időt most. Hát ez a gyerek, ez mi ez új ember? Ilyen textúra még nem volt 9.3-ba. Vagy teljesen el vagyok maradva zombi téren, ugye? Jó. Talán nem nagyon hallották meg. Még van itt bőven zombi. Ugye ez csak egy ilyen réteg. Azért így végig kell ütögetnem. Alatta már nem ez van. Szupi. Happy vagyok. Egyébként előző gameplayben a kamerának megtelt a memóriája. Azért kapcsolt ki a facecam így felénél. Ne haragudjatok érte, remélem most nem ez fog történni. Az a nagy gond, hogy így most én csinálom itt a gameplayt, és tudom mi van, mi történik a kamerával ugye. Mármint így vesz, aztán most, hogyha kikapcsol, én észre sem veszem. Van egy ilyen visszajelző a kamerán, ami így villog. De... Azt pont így annyira nem is látok rá. Meg ráadásul... Meg ráadásul mit csinálok, hogyha kikapcsol? Most nem állítom meg, újravenni meg semmiképp nem tudok egy részt, meg nem is akarok. Most abban mi lenne? Most mi építsek vissza mindent ugyanúgy, mint ahogy abba hagytam, tudjátok. Előtte lévő gameplaybe azért, mert újra kellene venni. Meg hát igazán nem is tudnék mit mondani, hogyha újra venném. Bum. Na, jó, mennyit gyűjtöttünk? 24-et és ebből lesz egy csomó. 240 darab. Jó, akkor nem kell több. Úgy érzem. Nézzük rá a mapra. Mit jelöltem meg? Valami település jelöltem meg pedig én magamnak. Jó, és már itt is kiéket föld van. Én meg oda a francba. Ja, hát, figyeljetek. Jó, összefüggéstelenül beszélek. Az a lényeg, hogy én elmegyek még egy kicsit erre. Azt a települést érintem, és utána itt a sivatag fele, és megnézzük, hogy hol van az a vizeséses rész. Elrégtig elindulok másik irányba. Mivel még egy csövet mindenképp kell guberálnom, úgyhogy mindenképp kell még egy kicsit bandáznom erre fele. Meg amúgy is nem csak azt akar... Nem, ezeket nem szabad felvenni. Ezeket nem szabad felvenni, mivel tudjátok mi történik. Jönnek rá a zombik mind a... Legyek a szarra, igen, úgy. Gyerekek, jobb lett a fényárnyék. Megvalósításabb a játékban, nem? Vagy én veszem észre, nagy a WC. Megvan a cső. Na. Vagy, aha, jó, oké, megvan. Megvan a csövem, egy darab csövem. Meg tudom csinálni a forcsot majd. Szupi jó. Szupi jó, srácok, de azért akkor már menjünk el arra. Ja, csomót gondolkoztam, hogy milyen bázist alakítsak ki. Szeretem ezt a játékot, és így munkahelyen is szoktam így filozgatni ezen. Meg csak úgy. A fészkeket kell néznem. Ne felejtsem el. Szeretnék csinálni ípuskát, és kell hozzá rengeteg toll. Mármint a nyilakhoz. Ja, így szoktam gondolkozni, és arra megállapításra jutottam, hogy egy ilyen vizesés mögé, ez tök jó lenne, mert egyszer így, az egyik gameplayben még oda keveredtünk egy ilyen vizesés környékére, és ott volt az a szituáció, hogy a zombik így fogyogtak le a vizesésre, és vitte őket a víz, és nem nagyon tudtak ellene mit tenni. Na hát én ezt kihasználnám, és akkor a vizesés mögé beépíteném azt a kecót. Gyakorlatilag egy ajtó lenne ugye a vizesés mögött közvetlenül, oda én be tudnék menni, és bemegyek, ott már nem tudnának a zombik bejutni.
Értitek szerintem, hogy mire gondolok, hogy képzelem el az egészet. Rákerültem valami útra. Na, menjünk. Azt akartam mondani, hogy szeretem az utakat, mivel gyorsan lehet menni, vagy csak megláttam úgy be ezt a... neket a... az épületeket, itt ezek... Jaj, de utálom ezeket a csávókat. Ezeket a hűtőtáskákat szoktam farmolgatni, hogy áó, megint nyers hús, nem jó. Mindenhol nyers hús van. Aha, itt van ez a nagy tó. És itt, itt erre lesz a... Jó, menjünk arra tovább. Mi a franc? Zombi horda, gyerekek, nézzétek. Zombi horda van. Jó, sokan vannak. Na jó, így kellemes azért ez a játék, hogy vannak zombik is. Nem csak úgy, hogy folyamatosan szintmódba játszok, tényleg ilyen építgetem a falakat lazából, hanem ezután tényleg így lesz mindig. Akármilyen építkezés, a leghorribilisabb építkezéskor is be lesz kapcsolva, még ha meghalok háromszor, akkor is. Maximum jó, rögtek rajtam, hogy majd milyen hülye vagyok, hogy mindig meghalok. Ezeket a húsokat viszont dobálom ki viszont. Na nézzük. Ott egy hűtőtáska. Hűtőtáska. Te hülye vagyok! Ilyen military kaja volt, basszus, én meg nem akartam. Gyerekek, mikor dobják már azért a segélyszállítmányt? Airdrop nincs. Azt nem tudom, hogy van beállítva. Ó, nem ismerős környék, srácok. Nem ismerős környék? Na? Marára ismerős környék, nem? Tudjátok, hát itt volt fent a, itt volt fent a izém, a kecom. Nem ezen a, nem ezen a dombon, hanem ott fent. Aki nézte az előző gameplay sorozatot, azt tudja. Megnézzük? Mondjuk mit nézzük rajta, ugye? Nem, ezen volt. Itt volt. Pontosan itt volt. Itt volt egy ilyen marha nagy épület, ugye? Aki nem látta, az gondolja, nézze meg persze, nem, és nem azért mondom, hogy nézze meg. De hogyha érdekli, akkor nézzen rá. Tök durva, itt volt. Itt volt, és rengeteget dolgoztam rajta, valami 40 részt beleöltem, amikből 40 rész plusz még gameplayen kívül is sokszor ugye anyaggyűjtés, meg ásás, meg mindenféle csináltam. Hatalmas nagy volt. Na, menjünk, itt van elvileg valamerre egy benzinkút, és utána volt azt hiszem az a vízeséses rész. Na arra kíváncsi, hogy most ezt le is teszteljük akkor a fizikáját annak az egésznek. Viszont tegyünk egyet meg, nem tudom, azt hiszem, hogy ez a porciós kaja. Halljátok ezt így. Ja, az ágyat lehet, hogy lerakom majd, hogy nehogy megdögöljek, vagy nehogy messzire jussak. Ez azt hiszem, hogy tölt HP-t is. Nem ez! Edd már meg ezt. Végre. Hát igen, egy kis HP-t töltött. Jaj, a kaktusz. Jaj, a kaktusz, mag, mi a fasz? Jó. Ó, ízét kellene gyűjtenem közbe. Lyukkát. Meg... Aulevelát. Ha már a sivatagban vagyunk, ugye? Ó, tudom, hogy arra gondoltál... Norbi és Sanyi... A két nagy Seven Days fan... Hogy... Mikor jött már rá, hogy gyűjtsél... Lyukát... Meg Aluét... Rájöttem, jelentem, és gyűjtök, és van egy csomó üres üvegem, és... Lesz... Ú, jó, de jó, gyerekek! Lesz kenőcsön meg mindenféle italom. De nagyon tudi. Ez nagyon cool ám. Csak egy kicsit így nem jut eszembe. Különben azt észrevettem magamon, hogy akkor, amikor úgy játszok, hogy gameplay-elek, akkor sokkal jobban elsiklok a dolgok felett. Ugye dumálok, és akkor sokkal inkább így elgondolkozok dolgokon, meg így arra is figyelek, hogy így mit beszélek, és Amikor meg nem dubálok, magyarul nem gameplayelek, akkor sokkal jobban játszok, komolyan, akkor nem vagyok ilyen hülye. Béna. Ugye jó, ezeket jó, hogy eljöttek erre. Összekapjuk, mi az? Ott egy tacskó, nézzétek, nem olyan, mint egy tacskó. Ott egy ülő tacskó a fűben. Ja igen, itt lesz az a benzinkút, nem messze. Jó, ezeket összekapom. Ugye jó, ezeket nehogy elveszítsük, nehogy meghalljunk. Mindenképp akárhova is lerak a játék, visszajövök elért. Ez nagyon tuti. Hoppa. És megnézzük akkor azt a vízesés mögötti helyet.
hogy working lenne. Na, meddig kell menni? Nem erre kell jönnöm? Nem itt lesz az a vízesésős hely? Jó, lehet, hogy elnéztem a rajzot, az úton kellett volna mennem. De nem. Nem, akkor ez egy úttal előrébb van. Ezt utalmazta a hazat. Akkor ez... Ó, mi az? Ja, itt van az a hülye sátor. Új, annyi zombi volt, ezelőtt majdnem megöltek mindig. Ma jó, ezelőtt körülbelül egy hónapja. Na, figyeljetek, én ezt ledobom ide. Aztán akkor azért annyi a... szerepel ugye, hogy... nem döglünk meg. Na. És kacok, itt egy kicsit rendet kell rakni, úgy látom. Hát, de nem ezzel fogunk, mivel nincsen bele egy darab lőszer, se. Már muszáj lesz ezzel. Jó, egy. Molnár Krisztiát hagyom a végére, az jó kemény gyerek. Ó, ez a nagy cingár, ez is. Csajok azok nem bírják a gyűrődést. Ezek a cingárok, ezek elég jól bírják. Ó. Nagyon jól bírják. Hoppá. Ó, hát már. Valaki van mögöttem. Mi a franc van mögöttem? Na jó, inkább berolni a smogőret. Ezt körülnézünk. Skacok. Hello, Ben Dolly! Az meg autózni akar. Yeah, fuck yeah. Mi van itt még, amit lehetne lootolni gyorsan? Hátizsák. Hátsó és puska alkatrész volt. Jól láttam? Nem már, hát komolyan néha nem nagyon akarja ez a lootolás dolog működni rendesen. Hoppa, hoppa. Benézünk ide még. Valami, mintha nagyon futott volna. Lehet, hogy volt kutya is. Wow! Jaj! És nem tanulottam, de mi az? Szomjas vagyok, basszus. Mondom, mi? Jó, ilyen meg fogok halni, így. Na jó, egy kicsit pihízzünk. Eltávolodunk. Én kiköhögöm magam, én megiszunk egy kis vizet. Meg akkor eszünk egyet. Jó. Tök jó, hogy jelezi, eddig nem jelezte azokat azokkal az ikonokkal, nem? Hogy... vagy ezelőtt, ó, írt a Norbi, hogy izé, hogy... ezt tanulottunk eddig is, de lehet, hogy nem jelezte, ugye? Amit így lelassult, igazad van. De lehet, hogy nem voltak ezek az ikonok, ugye? Meg nem volt az éjség ikon sem, meg semmi. Ó, itt a folyó, akkor így biztos, hogy lesz a izé is. A vizesés valahol. Ha mindjárt ránézünk, az miatt. Itt a folyó, és akkor itt lesz valahol vizesés, gondolom. Hol? Merre? Melyik irányba, basszus? Merre folyik ez? Sem erre tudom. Ez ilyen statikusan így áll. Lehet, hogy neki kellene kerülcsöt épp csinálnom. De ez kell valami üres üveg, vagy mi kell hozzá, gyerekek? Aha. Egy darab, ez nagyon jó, nem? Komolyan. Figyeljetek. HP. Gyerekek, ez régebben nem többet töltött? Vagy több volt belőle nekem, aztán azért tűnik, hogy... na nézzük a térképre rá. Valami nem stimmel itt. Szerintem arra, visszafele. Mi arra biztos, hogy nem. Na, akkor a folyót kövessük vissza, és akkor nézzük meg, hogy hol van ez a rohadt vizesés. Pedig emlékszem rá, hogy volt egy vizesés itt. Valahol. Valahol. Ha hazamegyek, nehogy elfelejtsem, hogy újra lerakjam az ágyamat, mert akkor itt fogok újjá születni. Hát egyáltalán elérünk hazáig, persze. Na. Mennyi minden. Nem bírom ki. Néha, amikor itt takarásban vannak a dolgok, nem nagyon szereti felvenni, ugye? És itt van egy ilyen épület is külön. Úristen, mennyi cucc. Ó, amin átmegyek, azt felveszem, de most nem fogok megállni. Aha, itt valami lesz. Itt valami lesz. Ó, tudtam, hogy neki megyek a hülye kaktusznak, annyi eszem van csak. Basszus, olyan mondom, nem hiszem el. Aha, a híd után lesz. A híd után lesz a vizesés. Itt van a vizesés. Jó. Oké, akkor a fegyvert az veszek magamhoz.
És ezt a benzinkutat még leformoljuk, megnézzük, hogy nincs valami jó cuccos. És akkor kipróbálom, hogy lehetne megoldani ezt a vizesés berejtőzés témát. Nem, lehet, hogy sehogy. Nagyon nem szeretik a zombik a vizet, nem szeretnek belemenni, meg ráadásul ezen a vizesésen nem akartak lemenni ezelőtt. Úgyhogy ezt lehet, hogy ki fogom használni így, hogy így bele fúrom magam. Milyen szép kis víztükör, ugye? Mi van, hogyha én ebbe belemászok? Aha. Nagyon jó. Nagyon jó, fúrlok, nem baj. Jönnek a zombik. Na, legalább ki is fogom próbálni. Ásas. Ó, gyerekek, ezt ilyenkor izének veszi, hogy én bizalat vagyok. Azt hiszem, hogy gyilkolnom kell az életemért most. Lehet, hogy egy kicsit feljebb kellene, nem az alsó szinten megcsinálom ezt. Na mindjárt ezt a kettő rossz arcot kinyírom. Gyerekek, itt a vízben nehezebben közlekedünk, úgyhogy remélem, hogy ők is különben segünkre csapnak. Jó. Hát igen, ez nagyon lelassultak kicsike. Jó, oké, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Na, hol tartottunk? Aha, itt van. Itt felfele kellene ástam egy kicsit. Aha, nem. Itt már nincs, de... Itt pedig már valahol nem volt víz. Nem jó. Nem kapok levegőt ott. Miért nem más? Meg kell próbálnom magasabban. Felúszok egy kicsit, és akkor valahol a felénél, vagy nem tudom, itt valahol. Aha, működik gyerekek, működik. Lehet a vízesés alatt élni, és itt, aha. Itt még víz van, ott már nincs. Jaj, de jó gyerekek. Ide szerintem nem fognak tudni bejönni. Ó, megvan a megoldás, srác. Látjátok, mi a megoldás? Na, mi a nagyon jó ötlet, amit kitaláltunk. A vízesés maga téderezni. Az az igazság, hogy annyi probléma van, hogy egy kicsit ilyen furcsán néz ki az egész. Mármint annyira nem jó a textúrája víznek. Meg egy kicsit borulós a cucc, mivel úgy látom, hogy csak föld van. De ez nem nagy gond. Ide kiérek, már itt víz van, ami nem látszik sajnos. De ez nem is baj. Na, én annyit csinálok, srácok, hogy most elmegyek a zombikat, megnesem. Hogy jobban mondva ide csalom őket, és megnézem, hogy ide jönnek-e? Bejönnek-e oda a lyukba? Na, jöjjön egy-két zombi. Ezt bekenjük magunkat, megesszük, mindent csinálunk. Fuck yeah! Jó, oda nézzetek, ajtó. Zárva van. Mindjárt amortizálom. Ó, tök jól törik! Tök jól törik, srác. Na. Hello, baby! Nem kéne kinyírnom téged. Ó, itt van a langelejt a barátja is. Jó van, szupi, összekapuk amennyit tudok. Benzinkuton nem lehet feltölteni a izét? A kannát. És ha már itt egy összejöttünk, akkor elmondhatjátok. Jó. Itt is megnézzük, nincs-e valaki? Nézzétek! Távoltűz. Na jó, menjünk ki. Ez nagyon ide súlyintott közelém. Na, oda csalom ezeket a arcokat, aztán megnézzük, hogy mi lesz a helyzet. Szupi, jó. Nincs italom. De viszont, ja, nincs italom, nincs, semmilyen italom nincs. Víz, feltölthetném, ugye? Víz. Feltölthetném az üvegemet, hogyha lenne. De mondjuk, ha izében nem kaptam vissza. Van három. Tök jó. Na, gyertek. Egész jól állunk, nem is nagyon haltunk meg, ugye? Szerintem meg sem haltunk, figyeljetek, mit csinál az. Haver. Jó vagy? Na, ennyit lekicsaltam kapásból. Ez frankó.
Kíváncsi vagyok, mit csinálnak, hogy tényleg van-e esély egyáltalán, hogy bejönnek. Ha nincs esély, akkor ez a legjobb hely. Akkor itt fogok élni. Tuti. Akkor az lesz, hogy itt kiépítünk egy nagyon jó kis kecót mögötte. De ez mennyire cool, nem? Még multiplayerbe is. Hogyha tényleg nem lehet oda bemenni, már mint nem tudnak a zombik. Hát akkor itt rohadt jól el lehet lenni akármeddig. Meg ugye még multiba észre se vesznek. Hát jó, de mondjuk lehet, hogy másnak is eszébe jut, nem csak én vagyok ilyen nagy tröszt. Ugye? Gyertek! Jó, hát egy egész foci csapat, úgyhogy most már biztos ki fog derülni ebből. Sajnos belül is textúrája a víznek. Kívül, és azt sem tudom, hol van? Itt. Jó. Na nézzük. Bejönnek a víz alá, ne! Oh. És bontanak. Jó van, gyerekek, szerintem ennyi volt a móka mára. Esetleg van egy ötletem, hogy magasabbra? Magasabbra? Lehet, hogy az volt a baj, hogy túl alacsony volt. Ide fel. Várjatok, kell, ásnom kell. Gyorsan miért meghalok, na. Ide. Aha. Ajaj, mit művelnek ezek? Nem, ide nem fognak tudni feljönni. Az holzier. Így ugrálnak össze-vissza, pörögnek a fejükön, de nem tudják, hogy jussanak ide. Meg fog halni, van-e? Súdoklok, de hülye vagyok. Ó, de hülye voltam. Jaj, ne úszik a zombi. Úszik lefelé a szerencsétlen. Jön itt jön. Jaj. Jaj, ne! Mit művel? Nem tud úszni a víz alatt. Csak leszállingózik oda le. Mit csinál nekedek? Jézus Mária! Mi a tököm van? Aha, bontják ott alul. Ezek addig fognak ott ásni, amíg fel nem jönnek. Nehogy már zombi ilyen vízállóak legyenek. Á, nem jó ötlet! Nem jó ötlet, srácok, pedig azt hittem, hogy frankó. Nem jó, mert ezt addig... Hoppa, fúdoklok itt. Nem jó ötlet, mi addig fognak ott táskálni, amíg be nem szakítják az egészet. Jó, hát akkor ezt felejtem, és pedig aztán egy első blikre jónak tűnt. Na jó, menjünk haza szerintem. És akkor legalább szereztünk egy kis tapasztalatot, meg egy csomó minden jó cuccot. Na, nézzük meg, hol vagyunk. Hát ez nem jött be. Hú, basszus, be kellene jelölnem az otthonomat. És oda kellene mennem, az valahol itt van. Ugye? És akkor menjünk, akkor induljunk neki. Tényleg most már nem időzök sehol. Ahú, ide be kellene néznem. Nem időzök sehol, ha ide be kellene nézni. Mondjuk az ajtón is megszokodhatnám. Basszus, mi? Á, nem hiszem el. Jó, nincs gond. Semmi gond, komolyan. Basszus, mire nyomtam? Hol vagyok? A francba. Hát ez nem volt jó ötlet. Ó, felejessen beléjük ezekbe. Hogy került az oda? Az oda spawnolt, mi? Ha. Jó, ezt elrakom. És innen meg eltűnt az összes, nagyon vicces. Őszer, jó? Jó, oké, menjünk, visszamegyek a idejével cuccaimért. Hogy kerültek az oda közvetlen mellém? Biztos vagyok benne, hogy ez fónolt. Kis csitergép ez. Vagy nem gép-gém. Nézzük. Ah, jó, nem vagyok messze, oké. Hát igen. Ennyi, hogyha nem kapcsolom ki a zombikat, akkor néha ilyen előfordul. Ú, de hülye hangom van. Olyan hülye hangom van, meg még be is vagyok rekedve, mi? Mindjárt itt rendet teszek. Még egy gyűjtögetem, ha már itt vagyok, akkor tényleg rengeteg van belőle.
És ez mindenképp érdemes lesz, majd a Spice-ba felrakjuk a polcra. Jaj, de jó, és éjszakon már lesz világításuk. Az nagyon-nagyon tuti, a legjobb dolog, komolyan. Ha valami olyasmi van. Ja, meg tudok csinálni Forge-ot. Az se egy utolsó szempont, ugye? Ha. Hol van? Ott a táskám, nagyon jó. Gyorsan fel... ezt megölöm, mivel a táska felkapás néha... Wow! Ez jó, de fegyó. Na, és nem veszi fel, mivel van egy csomó cucca, amit fel kellene aggatnom magamra. Igazán automatán felkapkodhatná. Hol van, hol van, hol van? Ja, ide rakta le. Ah. Így, így. Ringet is, jó? Júj, júj, júj! Ez a fegyó, az durva. Jó, az maradhat ott. Gyerekek, ez a fegyó, hogy egyhiteli a zombikat. Jó, hát ezt nem fejre ütöttem, ezt elbeléztem. Az anyád! Na jó, szerintem én megyek innen, hát francesen sem beléjük ezeknek be. Na jó, megjelöltem ugye. Oké, közben gyűjtögetünk növényeket, aztán tényleg már mástán hazamegyünk, és akkor megcsináljuk a védelmet. Csinálunk egy külső gyűrűt oda a kecókhoz, hogy azért ne olyan könnyen az ajtónkat ütögessék ugye a zombik, mint előző éjszaka. Ezeket gyűjtögetem, gyűjtögetem. Sajnos vasat kellene szeretni. Ja, de jó, a Forge-ból tudok majd vasat kohászkodni, akármilyen gagyi alkatrészből. Ja, meg van ott egy csomó kő, minden nagyon-nagyon rendben van, úgy érzem. Nagyon jó, elkezdtük akkor egy a túléléses dolgot, elég jó állapotban vagyunk. Csak tényleg jussunk haza. Tud közben lehet, hogy fel kellene vennem ezt a hálózsákomat. De mondjuk akkor meg random helyre spawnolunk, lehet, hogy inkább nem. Van még üdítő, italom, semmi. Lehet, hogy csinálok egy kis yucca juice-t. Crafting? Azt meg hol van? Valahogy így, nem? Nem így, hogy? Ja, ez kell víz, vagy valami ilyes, nem? Nézzük meg. Mi kell hozzá? Egy darab üveg, meg... Ilyen sok lyukka, eddig is ilyen sok kellett. Mi van ott, gyerekek? Ha? Kraftoljad le mindent, persze. És akkor most ma a helyünk van. Jó. Oké, ugye ezt meg lehet inni, meg még ráadásul tölt is különböző dolgokat. Ugye kaját is, nem csak italt, azért az nem, ja, ugye, basszus, mennyit szólt. Úgy emlékeztem, hogy a HP-t is regenerálja, de nem, hanem azt csak az aule. Aloe, nem aule, aloe. Jó. Neked még összekapom, aztán úgyse lesz több, mivel kiérünk a sivatagos részről. Hát lehet, hogy egy kicsit pazarlás volt kiszogatnom ezt. De jobban érzem magam, hogyha nem ilyen halálveszélyben vagyunk folyamatosan. Ott van egy ház, meg itt van egy ilyen kis tanyarész. Ezt szívesen megnézem, csak félek, hogy ide, ó, oda veszünk. Bár most ez jó, ez a fegyó, ez ilyen eléggé imba. Hát nem tudom, megörül. Na jó, van. Hát igen. Ez a gond ezekkel a helyekkel, hogy azért lehet, hogy marha nagy veszélybe sodrom magam. És ennyi cuccal a hátamon nem lenne jó, meghalnom. Nem kockáztatok, srácok. Nem kockáztatok, lehet, hogy állvának tartatok, de jobban szeretnék hazaérni épségbe most. Mint most összeszedni egy-két plusz alapanyagot, ami egyelőre olyan sok minden nem kell nekem most. Az alapvető dolgok megvannak. Mindig elfáradok. Jó, most egyelőre nem futok. Hajnál, neki megyek ennek a szalnak. Luton kellett volna közlekednem, éj hülye. Ugye úton mindig sokkal gyorsabbak vagyunk.
Hátba vágjam. Ha! Már olyan, mint egy múmia. Megyünk az úton. Ó, van egy csomó tollam is szerintem most már. Ami nagyon frankó. Nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon örülök neki. Megy még a kamera? Megy a kamera. Nem úgy, nehogy úgy járjak minden előtt. Jaj, itt a templom, ugye? Itt van a templom. Valamelyik kötök írta, hogy itt telepedett le. És hogy rettenetes éjszakája annak, hogy itt folyamatosan kapja a ládást. Támadnak agyba főbe. Tuti nagyon. Ide se jövök be most egyelőre. Hanem tovább viharzunk. Hát célunk fele. Gyerekek, erre még nem is jártunk, mi? Mármint ebbe a részbe. Amúgy egyébként van rengeteg olyan hely van, ahol nem is, abszolút nem jártam még a játékban. Nem csak hogy ebben a részben, hanem soha. Úgyhogy néha rá fogok csodálkozni dolgokra. Azért mondjuk nem is olyan nagy baj, hogy ezt a vízeséses projektet nem tudtam megvalósítani, mivel az megint kb. Ott lett volna, ahol az előző lakájában, az meg elég ciki lett volna, hogy bár megint ugyanoda költözök, aztán igazából nem is ismerek meg új részeket, nem? Na srácok. Nem sokára hazaérünk. Ez egy jó hír, ugye? Megtöltsem ezt a kulacsot szerintetek? Csak az a baj, megtöltöm. Akkor ugye, az nem biztos, hogy egészséges az a víz. Hát, hogy beköppálunk tőle. Na jó, inkább veszegetek közben így egy kis ilyet. Meg kicsit töltjük a staminát, kicsit lassabban megyek. Amíg eszem ezt. És tényleg már nem csak olyan sok vissza. És akkor egy kicsit kialakítjuk normálisabbra a bázisunkat. Hogy egy kicsit élhetőbb legyen. És ott van egy csomó üvegem, csinálok majd izét. Lyukkacsúszt. Többet. Érdekes különben, hogy ha nem random generált mappal játszatok, akkor csak ilyen egy blokk mélységnyi a víz. Hogy mindenhol, akármekkora hatalmas tó is van, mindenképpen egy blokk csak. Fura. Furán oldották meg. Most látszok, elvileg mindjárt jön a... Aha, itt egy út. Ja nem, ott egy folyó, nem út. Ú, de nagyon messze eljöttünk. Nem tudom, hogy mi legyen a következő úti célunk, a következő gameplaybe, hogy merre menjünk éjszak fele. A havas zónákban, ugye az északi bajonokon még nem is jártunk nagyon. Lehet, hogy azt kellene egy kicsit felderítgetni, azt a részt. Legalább nekem is lenne valami olyan érdekes hely, ahol még nem jártam. Vagy esetleg, ha gondoljátok, akkor javasoljatok valamit, hogy hova megyek. Elmegyünk a fővárosba, mármint nem abban a romosban, amit meggondoltam, hanem van egy, ahol egy ilyen kertvárosi részszerű, ahol rengeteg minden van. Rengeteg inkább ilyen családi ház jellegű, vagy ilyen kertvárosszerű, ilyen amcsi kertvárosszerű az egész. Úgy de jól eltértem. Látjátok, ezt mondtam, dumálok, és akkor nem arra megyek, amelyre kellene. Menjünk! Ja, és már megint fáradt vagyok. Mármint ott lenne sarokban, ott. Ó, fáj a nyakam is komolyan ez a betegség. Ez rettenetes. Tök jó trükköket mondta. Egyet nem értettem. Hogy miért így mondta egy jót. Izé közben, gameplay közben. Írtatok mindenféle izét, hogy mit csinálja, kávé, teje, be kávé, minden, forró, inni. Azt nem értettem, hogy mondta egy jót, minek egyet. Ezt nem vágtam komolyan. Mármint ugye betegségre írtátok ugye ezeket a dolgokat, gondolom. És akkor egy srác megírta, hogy azt így. Mondom, miért? Nem tudom. Nyam. Ott egy zombi. Ilyen rég láttunk zombit. Új, ezt az ütőszerszámot megtartom, és ilyet fogok majd csinálni, mert közelharci fegyvernek úgy látom, ez bizonyul legjobbnak. Ez elég komolyan arra lehet csózni. Szöltözsák. Egyébként ugye próbáltam a random generált mapot is. Gameplay-en kívül, így belenéztem, hogy mégis az mennyire lenne jó nekünk. Rettenetesen furcsa dolgokat művel a random generátor ebben a játékban. Ilyen olyan anomáliákat, ilyen
geológiai, meg mindenféle olyan hegyeket generál a random generátor, hogy van így mész, síkság, és akkor van itt így fel egy hegy, és akkor így megy tovább, és akkor két blokkal később le, meg körülbelül ilyen 500 négyzetkilométernyi ilyen terület, ilyen össze-vissza, semmi értelme terület, akkor a épületek ledobva tök random helyekre, amit nem is illeszkednek a tájba. Úgyhogy azért egy kicsit azt nem preferáltam, de hazaértünk szerintem. Itt van az én kis lyukam. A lyukam. De jaj, lesz nagyon tudni, örülök neki végre. Nem is nagyon akarom itt kiépíteni kívül annyira, hanem inkább majd merül. Hello, mami, megjöttem. Na, fuck yeah. Figyeljetek, kell egy forge. Mert kellene egy kicsit nagyobb élettér, nem? Nem tudom, hogy ez hogy... Várjatok, nézzünk körül. Forge kell, az a legfontosabb, forge. Hol fogom tudni elrakni, azt már nem tudom. Gyerekek, mi van itt? Jézus Mária, na mindegy. Akkor, az hogy kell forge-ot? Egy. Craft. Tudom, először így végig kell rakosgatni, legelső craftoláskor. Hoppá, kész. Crafting, yeah. Oké, okay. Lerakjuk. És akkor mondjuk... srácok, ez nem így nézett ki. Ha mondom, ez nem így nézett ki. Ó, tök jól néz ki, ez nem így nézett ki. Nem így nézett ki ez, nagyon tuti. Tök jó. Tök. Nem volt ilyen kis derengés benne folyamatosan. Nagyon szupi. Na, öntőformát kellene csinálni, ahhoz meg agyak kell. Ó, de nagyon örülök neki, elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy agyag kell hozzá. Honnan szereznek agyagot, gyerek? Agyagot ugye esetleg az ások onnan, nem? De honnan? Na, kezdődik itt a problémák megint. Mivel nincs öntőforma. Ejha, nem tudom most, hogy ennek van-e érte... Hopp, ez mi? Ez sima föld? Milyen dört? Ez mind ugyanaz? Ó, oh, van agyagom, 14 darab. Nem tudom honnan, de van. Szupi. Jó, és az ágyat le kell raknom, újra fel kell vennem, mert különben ha meghalunk, akkor aztán tudjátok, hol életünk. Benne a sivatag közepén. Na, de jó. Rókajuk. Na, az a helyzet, hogy akkor... ágyfelvétel, az a legfontosabb, nincsen neki hely. Kipakolok egy kicsit. Mivel tudok kipakolni? Egyből shifter? Shifter, ugye? Nézzük. Shift. Nem. Nem úgy emlékeztem, hogy shifter. Jó, egy-két dolgot kirakok, ami most így kapásból nem annyira fontos. És akkor ezt felveszünk, és akkor lerakjuk. Ez viszont rettenetesen fontos. Végül is azon gondolkodok, hogy vette oda is. Így jó. És akkor itt végül, itt van egy elég nagy helyem. Szekrények, jó, forcs. Na, öntőforma készítés. Ahhoz kell csinálnom golyókat, ilyen golyókat. És akkor ki kell raknom egy ilyet, nem? Iron, ez kell nekem, igen. Oké. Okay. Craft, és akkor ez megvan. Ezután ezt be kell raknom ide, és akkor éghető anyag, és akkor egységnyi cucc, hol van? Mit kívánja, ezt itt van. Jó, és akkor ilyet megyek, és gyorsan ütök még párat, hogy ott menjen. Milyen jó kis árnyékeffektek vannak. Eddig is ilyen volt az a játék, srácok. Nagyon nem emlékszik ilyenre. Na, itt van egy-két kő, ezt kicsapom, és akkor megnézzük, hogy mi lesz itt. Az mi ott? Valami alatt a földön. Na, nem volt ott. Birtokomon. Birtokomon nem volt az ott. Merevedik a nyakam. Az ott, mi ez? Hátitáska valaki itt márkált. Sétálgatott. Na, egy-kettő ilyen kavicsot még küldtünk. Egyébként ez tök jó különben, hogy így van megoldva, hogy viszonylag hajlék hamar tett találni. Ilyen érceket. Mivel ilyen kövekben van belerejtve a felszínen.
Jó, hát nem tudom, kellett több. Szerintem nem. Szupi. És akkor tudok csinálni csákányt, ami ugye azért lesz jó, hogy kicsit meg tudom nagyobbítani ezt a körzetet itt. Az, ez olyan zóval, ez mi ez itt? Ez. Fúj vele, mi a tökön volt ez? Úristen. Na, le a rókajukba. Oké. Okay. És hogy állunk? Még egy darab se sült kivé. Zobálja rendesen a szenet. Na jó, akkor közben csináljunk izét. Stick kellene. Meg akkor néhány fákját összedobunk. Stick, jó. Jó, megjött az első vas. Nagyon szupi. Azt hiszem, hogy ebből nem kell semmi más, csak ez a kettő, jó. Ó, tuti gyerekek, tuti. Hol van a fákja? Ezt akkor lerakok egy párat. Nem tudom, hogy kívülre merjek-e rakni. Lehet, hogy kívülre én nem rakok, hanem néhány darabot csak ide belőle. Az úgy biztonságosabbnak tűnik. Jó. Szuper. Itt van, jön a füst. Fú, eddig nem így nézett ki ez a forge, rohadt jól néz ki, tetszik. Nagyon szupi. Tökéletes, srácok. Ide még esetleg. Meg ide. Ja, ide nem enged, mert ott már azon a blokkon van valami. Ez az ajtó viszont nem annyira tetszik, ezt lehet, hogy majd kicserélem. Jobban van, nem is a ajtó nem tetszik, hanem az, hogy nem jó helyen van. Nem lehetne beljebb is, akkor így tök jó lenne. Ezt kiütöm én innen, ezt az ajtót. És készítek egy másikat, és akkor beljebb lesz. Amúgy ezt gondolom alapanyagra, semmi nem marad belőle, szétesett darabokra. Jó, akkor készítsünk még egy darab ajtót. Jaj, de jó. Úgy kicsit szeretem, hogy már van egy kis olyan hely, ahol el tudunk. Na jó, hát hülye vagyok, hogy itt csinálom, amikor már van lehetőségem arra, hogy ugye megkeressem, és akkor kraftolhatok egy darabot így frankon. Nem tart olyan sokáig, na. Jó. És akkor egyel bejjel fogom rakni. Az a nagy terv. Úgyhogy. Ugye ezelőtt volt talán itt, igen. És akkor egyel beljebb. Ahogy. Ez az. Na, így gondoltam. Tökéletes. És akkor upgrade-eljük. Amennyire lehet, ugye. Kevésbé tudjanak bejönni. Tökéletes, srácok. Jó. Szuper. És ezt ugye be is tudnám zárni. De hát nem zárom be, mivel ugye ez egy single player server. Tök jó. Nagyon jó. Akkor kész van a kecó. Szerintem el is búcsúzok, srácok. Nagyon-nagyon beleberültem itt a dolgokban. Nagyon-nagyon tetszik ez a játék, ismertek. Nagyon örülök neki, hogy most már van egy ilyen élhető kis bázisom. Következő rész elején fogunk kraftolgatni egy kicsit. Csinálunk aloe krémeket, meg csinálunk, ugye vannak üres üvegeim, ó, van itt is üres üveg, meg lehet, hogy még máshol is. Nem máshol, nem, 15 darab van, és akkor még kellene egy kicsit itt fejleszteni ezen a bunkeren, bár mondjuk már mondjuk sok értelme nincs, mert igazán megvan minden nekem most. Ó, hát ez a vas az rettenetesen lassan sül ki. Jó, tényleg elbúcsúzok, írjatok kommentet szerintem, hogy milyen terveket készítsünk, hol telepedjünk le, merre nézzünk szét, és hogy mit szeretnétek látni még a sorozatban. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!